évvel ezelőtt, 1991. október 1-én, a Zene Világnapján, Tölekász Ferenc Erzsébet régi álma valósult meg, amikor megalapította az Allergiás Városi Fiúkórus. Az egyedi különleges hangzású kórusa, amelyet az évek során a fiú vegyeskarrá alakult, a város zenei palettáját kívánta színesíteni. Kezdeményezését felkapott az Allergiás Város önkormányzata és az akkori városi művelődési központ. A városon zenei életét felfedezhető fiúkórus művészeti tevékenységét számos hazai és külföldi siker koronázta. Magukénak mondhattak több aranyminősítés és nyugdíjat. 6 év után az alapítókarnak egészségügyi okokból távolról kényszerült a kórus éléről. Az ő munkáját folytatták Dományi Andrucsi Valéria, Kincses Ildikó, Kovács Kata énektanárok és Hajdú Sándor zeneszerzők. A fiú kórus közel 10 évig sikeresen működött, majd vezetés híján megszűnt. Most, 20 éves jubileum alkalmával az alapítókarnak Tölekász Bence Erzsébet újra színpadra hívta a fiúkat, akik ma itt önöknek, mint jubileumi férfikar mutatkoznak be, időközben a fiúkból felnőtt férfiak családapát vettek. Kérem, fogadják örömélekésüket olyan szeretettel, mint ahogy ők készültek. Műsorukban szerepelnek Adventi Zsoltárok, ezt követi Werner Lajos, Égi Szűzvirág című kórusműve. Majd két barokk vegyes patinű következik, Eszterházi Pál Harmonia Celestis című zeneművéből, a Veni Creator Spiritus és Händel Győzelmi kórusa a Júdás Mátatokból. Műsorukat népszerű karácsonyi dalfeldolgozásra zárják, Pásztordal, Kiskarácson, Ó gyönyörű szép titokzatos ég, majd végezetül Bárdos Lajos karácsonyi bölcsődal. Orgonán közre működik Naura Gyémzita. Szólót énekelnek a régi karnagyok Kovács Kata és Tölekász Ferenc Erzsébet. Vezényel Tölekász Ferenc Erzsébet. Fogadják meg ezt a szeretettel. Thank you.
Yeah.
és Jézus megszületett tőle.